folytassuk a modern fizika résszel, tehát a múltkor befejeztük az elektromágnesességet, az elektromágneses hullámokkal bezárólag. Hát az egy kicsit vissza fog itt majd köszönni, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Tehát az volt a helyzet, miután Maxwell ugye megalkotta a négy Maxwell egyenletből álló elméletét, akkor ugye, tehát megjósolták vele az elektron, megjósolták vele az elektromágneses hullámok létezését, azt ki is mutatták. Ugye Newton dinamikával a bolygók mozgását nagyon jól le tudták írni, abban az időben már a termodinamikának az elmélete is eléggé jól megvolt. Tehát néhány ember elbizakodottá vált, és például Lord Kelvin tette egy olyan kijelentést, hogy a fizika az már egy befejezett tudomány, tehát a 19. század vége felé már úgy gondolta, hogy a fizika az egy befejezett tudomány, az elméletek mindent meg tudnak magyarázni, hogy a nagy valószínűséggel helyesek, már csak ilyen apró pontosításokra van szükség. Egyedül két picike felhőcske van a egyébként tiszta kék égen. Az egyik az a fény terjedése, hogy mihez képest terjed fénysebességgel, meg hogy pontosan ez hogy is van, majd erről fogunk beszélni. A másik ilyen aprócska felhőcske pedig az volt, hogy az addigi klasszikus elméletekkel, tehát mégis a Maxwell egyenletekkel nem tudták megmagyarázni, hogy egy hősugárzó testnek miért is olyan a spektruma, mint amilyen. Tehát ugye az egy folytonos spektrum sugárzás, bocsánat ki, majd ezt fogjuk nézni a következő órán, de hogy ennek a spektruma, hogy miért pont olyan, ezt nem tudták levezetni, úgyhogy ez volt a másik aprócska felhő. Na most ez a két aprócska felhő elég jól kiterebélyesedett, és akkor teljesen beborult az ég, lehet belőlük nagy sötétség, úgymond. Az első felhőcske ugye, hogy a fény az mihez képest terjed fénysebességgel, meg hogy terjed pontosan, amikor Einstein ezt végül megmagyarázta, ezt fogjuk ma megnézni. Ebből megszületett először a speciális relativitás elmélet, és aztán pedig Einstein megalkotta az általános relativitás elméletet is. Hát arról nem lesz szó, mert sokkal bonyolultabb, mint a speciális. Aki érdekel, az természetesen megnézheti a interneten. A második felhőcske, tehát a hőmérsékleti sugárzásnak a spektruma, az pedig, mint ahogy látni fogjuk következő előadáson, a kvantumfizikának a megszületését eredményezte, és talán senkinek nem kell magyaráznom, hogy miért, tehát hogy mit is jelent az, hogy megszületett a kvantumfizika, tehát alapjában változtatta meg mindazt, amit a természetről gondolunk. És azóta is próbálják még a kvantumfizikát. Nem, hogy a matematikailag ugye a számítások elvégzésével van a probléma ott, hanem magának a mögötte lévő magyarázatával van a probléma, hogy mit is jelent az, hogy a világra a kvantumfizikának a törvényszerűségei vonatkoznak. Jó, tehát amikor ez a két része a fizikának ugye útjára indult, tehát megszületett, ezt szoktuk úgy mondani, hogy a modern fizikának kezdete, tehát a 20. századnak az eleje. Az az előtti pedig ugye a klasszikus fizika, tehát a termodinamika, a newtoni dinamika, meg a Maxwell egyenlete, tehát az elektromágnesességnek az elmélete. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk, meg tudjuk érteni, hogy mit is jelent ez a speciális relativitás elmélet, először nézzük meg a klasszikus változatát ennek, ez a galilei féle relativitási elmélet. Ez a fizika egyben egyébként benne volt, de nagyon gyorsan nézzük át, hogy miről van szó. Tehát, hogyha van két egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó inerciarendszer, például ugye egy állandó sebességgel haladó vonat, meg mondjuk a földhöz rögzített vonatkoztatási rendszer,
akkor mechanikai kísérletekkel nem lehet különbséget tenni egyik vagy a másik között. Tehát, hogyha valaki a vonaton kezd el zsonglőrködni a labdával, vagy dekázen foci labdával, vagy a földön, hogyha ugye nem rászkózik a vonat, tehát természetesen akkor nem ér, hanem szépen simán halad, akkor ugyanúgy fog végbe menni ez a folyamat, tehát a labda ugyanúgy fog viselkedni. Nem szoktunk semmi furcsaságot észrevenni ugye a vonaton, vagy a buszon, állandó sebességgel való haladás közben, vagy akár az autóban ülve az autópályán, hanem amikor ugye gyorsítás, kanyarodás vagy fékezés van akkor. De akkor viszont nem inerciál rendszer az autónak vagy a busznak a rendszere. Tehát mechanikai jelenségekkel, tehát itt fontos ezt most hangsúlyozni, hogy csak mechanikai jelenségekről van szó, tehát például dobálózunk labdákkal vagy ilyesmi. És akkor ugye ugyanúgy mennek végbe, tehát nem lehet közöttük különbséget tenni. És azt is megmondja ez a Galilei féle transformációs törvény, hogy hogyan kell a sebességüket egyik rendszerből áttranszformálni a másikba. Hát olyan nagy meglepetés nem fog minket érni, mert tudjuk, hogy ha mondjuk megyünk 110-zel az autópályán a földhöz viszonyítva, és megelőz valaki minket 140-nel a földhöz viszonyítva, akkor hozzánk képest ugye 30-al fog menni, tehát le kell vonni a mi sebességünket, és akkor megvan a hozzánk képesti sebesség. Tehát végül is erről van szó leegyszerűsítve. Van itt egy rögzítettnek mondott nyugvó vonatkoztatási rendszer, ez a fekete, ugye az O-origóval és a három egymásra merőleges irányú bázisvektor IJK, ugye ez az XYZ irányokat kijelöli. És tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy az egyik tengelynek az irányába általában az X-et szokták itt, de hát lehet bármi, hogy akár keresztbe össze-vissza mozoghatna. Tegyük fel, hogy itt az X irányba mozog ez a piros koordinátorrendszer, amelynek az O vesző origója, tehát V0 sebességgel mozog a másik origóhoz képest, és ugye ezzel együtt a teljes rendszer mozog a másikhoz képest. Tehát ez lenne mondjuk akkor az előzött autónak a rendszere, és akkor az előző autó, aki előzést végrehajtja, az meg egy olyan test, amelynek a mozgását mindkét rendszerben ugye próbáljuk leírni. Na, hogyha veszünk egy delta t időtartamot, akkor ugye mivel az egyik origó a másikhoz képest V0 sebességgel halad, természetes, hogy a távolság, amelyet delta t alatt megtesz, ez V0-szor delta t lesz. Hát az X irányba, mert arra mozog. Ezért aztán, hogyha én ennek a lila pontnak a mozgását, tehát a koordináta különbségét föl szeretném írni a vesszős rendszerbe, akkor a vesszőtlenhez képest, amelyben delta x, le kell vonni ugye ezt a Vénuszor delta t távolságot, ugyanúgy, mint ahogy ha előzés közben a gyorsabb autó ugye a földhöz képest megtesz mondjuk 500 métert, az előzött autóhoz képest ugye néhányszor 10 méter csak rövidskanyi kell, hogy az autó mellett elmenjen. Tehát levonjuk ezt a távolságot, ezt a V0-szor delta t. Erre merőleges irányokban nem történik semmi változás, tehát el tudjuk képzelni, hogy ha valaki előzés közben integet az egyik autóba, tehát a merőleges irány nézzük most a függőleges, vagy oda visszamozog az ülésen, akkor azt a távolságot az autóból is ugyanannyiak látjuk, mint a autópálya széléről nézelődő megfigyelő. Ezért aztán a delta y és a delta y vesző, meg a delta z és a delta z vesző, ezek természetesen ugyanazok. Továbbá a nyugalomban lévő megfigyelőnek és az autóban ülő megfigyelőnek természetesen ugyanannyit fog mérni az órája, ezért aztán a delta t vesző meg a delta t, ez ugyanaz, tehát szinkronban van az órájuk. Tehát az előzés mindkettőjük szempontjából, ha valaki nézi, hogy hogy előzi az egyik autó a másikat, meg aki benne ül az autóval, őt előzik, ugyanannyi időt fog mérni. Úgyhogy mindegy, hogy delta t veszővel vagy delta t-vel osztunk, mert a kettő ugyanannyi. Hogyha ezt osztjuk delta t vesszőről, ugye ez az x irányú sebesség a vesszősben, tehát vx vessző,
Ha ezt osztjuk delta t-vel, akkor az x elemi sebesség a vesződtlenbe, tehát vx. És ugye itt akkor egyszerűsítünk egy delta t-vel, tehát levonjuk a v nullát, hát ez amit mondtam, ugye, hogy a 140-ből levonjuk a 110-et, és akkor 30-at kapunk. És a másik két, a merőleges komponensekre azt kapjuk, hogy a megfelelő sebesség komponensek ugyanannyinak adódnak, tehát a y és a z veszős vagy veszőten nem számít, mert ezek a merőleges, a egymáshoz képesti mozgásra merőleges sebességek, tehát végül függetlenek ettől az iránytól. Jó, tehát így működik a galilei féle transformációs elv. Az egyik rendszernek a koordináta változásait, vagy hát végül sebességeit átírjuk a másik rendszerbe, hogy hogyan kell áttérni. Na és akkor egy kis ismétlés, ez most nem a múlt fél évből, hanem a múlt óráról. Ugye azt kaptuk, hogy ha a Maxwell egyenleteket valamilyen K inercia rendszerben, tehát a K vonatkoztatási rendszerben fölírjuk, akkor akár az elektromos tér, akár a mágneses tér bármelyik komponensére kapunk egy ilyen egyenletet, hogy Laplace, ez a Laplace operátor, mínusz epsilonszor mű és a második deriváltja ennek. És akkor láttuk, hogy ebből, meg hát ugye ugyanez igaz a mágnesesre is, csak azt most ide nem írtam föl, és akkor láttuk, hogy ebből például kioszható egy síkhullám megoldás, más nem is néztünk, de mondjuk közel a forráshoz lenne mondjuk gömbhullám megoldás, de azt nem néztük. És akkor összehasonlítottuk ezt egy tetszőleg és olyan mennyiségre felírható egyenlettel, amely hullám, tehát mondjuk egy vízfelületen lévő hullám, vagy bármilyen mechanikai hullám. És azt látjuk, hogy ebben a hullám egyenletben, tehát egyrészt matematikailag ugyanaz a kettő, és itt, ami szorozza a második derivátot, hogy ez 1 per v négyzet, ebből ugye az jött ki, hogy a hullám terjedési sebesség, ami most az elektromágneses hullám, 1 per gyakorlat epsilon szor mű. És akkor felmerül a kérdés, hogy az elektromágneses hullám esetében mihez képes kell mérni ezt a sebességet? Hát, hogyha valamilyen közegben terjed ez a hullám mondjuk üvegben, akkor adja magát, hogy hát valószínűleg akkor az üveghez képest. Igen ám, vagy a vízben akkor vízhez képest, de igen ám, ezzel a képpel azért nincs valami, nincs minden rendben, mert ugye tudjuk, hogy az elektromágneses hullámok azok vákuumban is tudnak terjedni. És a vákuum az pontosan azt jelenti, hogy nincsen semmiféle közeg. Tehát amikor ide az epsilon nullát meg a mű nullát írjuk be, és kijön nekünk a 3x10⁸ méter per szekundum, akkor fölmerül a kérdés, hogy ezt a 3x10⁸ méter per szekundumot mihez képest kell mérni. Ugye hullámokról általában azt szokták mondani, hogy kell hozzá egy rugalmas közeg, és akkor ebben a közegben, ha keletkezik egy zavar, akkor ez a zavar a közegben minden lehetséges irányban tovább fog terjedni. Tehát mindenképpen szerettek volna itt egy közeget, ugye valahogy egy rugalmas közeget elképzelni, hogy abban terjed a elektromágneses hullám, és ahhoz képest terjed C sebességgel, tehát a vákuumbeli fénysebesség, ez a 3x18-on, és erre aztán bevezették az éternek a fogalmát. Tehát ez egy olyan hipotetikus közeg, amely mindent kitölt, és ebben ehhez képest terjed a fény, vagy elektromágneses hullám úgy általában, tehát nem csak a látható tartomány, de itt most ha azt mondom fény, akkor elektromágneses hullámot értek, tehát bármi frekvenciájú tartománya az elektromágneses hullámzásnak végül is hullámnak, ehhez képest terjed akkor ez az éterhez képest. Na most ennek egy nagyon fontos következménye lenne, mert akkor végül is az elektromágneses jelenségeket vizsgálva, tehát a fénynek a terjedését, ki tudnánk mutatni akkor az éterhez viszonyított sebességeket. Ugye, mert akkor mégiscsak lenne
egy abszolút egy nyugvó vonatkoztatási rendszer. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy az egyik inercia rendszer, meg a másik, ami ehhez képest mozog, az minden szempontból ekvivalens, tehát ugyanaz. Mégiscsak ki lenne tüntetve akkor ennek az éternek a vonatkoztatási rendszere. És akkor ki lehetne választani, hogy melyik ez az abszolút nyugalomban lévő rendszer. Jó, nagyon fontos akkor, hogy le lenne rögzítve ez a rendszer, és ahhoz képest terjedne ezzel a C-sebességgel a fény. Nézzük meg akkor, hogy ha egy fényfelhő villanás elindul az origóból, akkor ezt az éterhez rögzített abszolút nyugvó vonatkoztatási rendszerből hogy látjuk, meg milyen fénysebességet mérünk. És egy hozzá képest, most maradjunk az X iránynál, X irányban valami V0 sebességgel mozgó másik rendszerben. Tehát először nézzük az ábrát, mert azon jól látszik. Tehát most csak két dimenzióval megrajzolva, mert felesleges a harmadikat, ugye csak könnyen lássuk, hogy miről van szó, de képzeljük el, hogy itt még lenne egy Z is. Tehát ugye itt van az X irány, az Y irány, és akkor mondjuk T egyenlő nullában van itt egy fényfelvillanás. És ha az éterben mondjuk itt vagyok, természetesen hozzám képest ez a fényfelvillanás ugye minden irányban ugyanolyan sebességgel fog terjedni, tehát minden irány ugyanolyan távolságot tesz meg. Vagyis egy gömbfelületet kapok, mert ugye három dimenzióban kell azt nézni, hogy ugyanolyan távolságban lévő pontok halmaza ettől a középponttól. Tehát minden irányban C-szer delta T távolságra fog ez a felvillanás eljutni. Ez idáig rendben is van. De mit fog ebből észlelni az a megfigyelő, aki mozog valamilyen V0 sebességgel X irányba? Ugye rendben van, hogy a villanás pillanatában az O vesző meg az O az egy helyen van. Tehát ahogy ő mozgott, pont amikor ott van az origó, akkor villan ugye a fénysugár. De hogy akkor ehhez a megfigyelőhöz képest milyen messzire jut a fény, az bizony függni fog attól, hogy mely irányt nézzük. Tehát ugye az tény, hogy ezeket a pontokat a gömbön, ugye a Q, E, meg P, tehát idáig fog eljutni a fénysugár. Tehát most vettem három speciális pontot, de vizsgálhatnám többet is, tehát mit tudom én akár itt lent, vagy teljesen random helyen, de már ez is egyel több lesz attól, mint amennyi kell ahhoz, hogy ezt a furcsaságot meglássuk. Tehát nézzük meg, hogy milyen messzire jut ehhez képest a megfigyelőkhöz képest. Tehát jó, nézzük meg akkor most már ezt, hogy ez a gömbfelület, ugye egy ilyen háromdimenziós pitagórasz kell végül is fölírni, tehát ebbe az irányba a kitérés, hogy mennyi, ebbe az irányba még az Z irányba is, tehát akkor delta x négyzet, delta y négyzet, delta z négyzet, és akkor ez adja a sugárnak ugye a négyzetét, tehát ez egy gömbnek végül is az egyenlete, ami ugye a sugár az C-szer delta t, és akkor az kell négyzetre menni. Tehát ez nem a sugár, hanem három pont van PQE. De végül is lehet. Jó. Hát, ha egy kicsit átrendezzük, hogy ezt átviszom a másik oldalra, akkor kapok egy olyat, hogy ez egyenlő nullával. Tehát, vagy nem, ezeket hoztam át ide. Végülis mindegy, hogy mit viszek át. Rendben van. Na most akkor válasszuk ki ezt a három pontot, és nézzük meg, hogy a mozgó megfigyelőhöz képest milyen távolságokba jut el a fény. Ugye ebben az irányban, hogy a P van először, tehát nézzük, ugye természetesen van itt ez a C-szer delta T, de hozzá kell adni ezt a minimumszor delta T-t. Ezért aztán a K-vesző rendszerben ennek a P-pontnak a távolsága, ahova a fény az eljutott, úgymond a visszafele hozzá képest, ugye, tehát elfele, az ugye kiemelhető a delta T, és akkor C plusz minimumszor delta T. Természetesen le fogok osztani delta t-vel, és akkor a fénysebességre ebbe az irányba azt fogom kapni, hogy C plusz V0. Hát ez
minden napokban ugye előfordul, ha valaki elindul az egyik irányba, a másik irányba, akkor hozzá kell adni ugye egyik sebességét a másikhoz, mert látszólag ugye pont annyival megy gyorsabban. Tehát ez így rendben lévőnek tűnik. A másik pontnál pedig ugye ebből a C-szer delta T-ből pontosan, hogy le kell vonni ezt a mínuszor delta T-t, mert ugye csak ennyi van, ezért aztán ezt kapjuk, C mínusz mínuszor delta T, természetesen itt is beosztok delta T-vel, meg ugye távolságra idő, akkor megkapom a sebességet, és akkor azt kapom, hogy ebbe az irányba meg C mínusz V null. Hát ez is könnyen belátható, mert ha egy gyorsabb valaki halad, és én meg utána, akkor ugye a relatív sebességük kettő különbsége lesz, tehát ennyi. Ha pedig oldal irányba nézzük, itt ugye erről a távolságról van szó, tehát hogy itt van az emberünk az origóból például, és akkor milyen messze van tőle a fény, ameddig eljutott, akkor az ugye C négyzet delta T négyzet, mínusz V0 négyzet delta T négyzet. Tehát Pitagorasz tételt használjuk, csak most nem az átfogót kell kiszámolni, hanem az egyik befogót, ezért az átfogó négyzetéből kivonjuk a másik befogó négyzetét. Megveszünk egy gyököt ugye, hogy megkapjuk ne a négyzetet, hanem a tényleges távolságot itt. Tehát C négyzet delta T négyzet mínusz V0 négyzet delta T négyzet a gyök alatt, és ugye mindenhonnan kivihető egy delta T négyzet a gyökből, de akkor ugye gyököt kell bőle vonni, ezért aztán itt megjelenik a delta T négyzet, ezt már nem lehet tovább egyszerűsíteni, viszont delta T-vel be lehet megint osztani, úgyhogy a sebesség azt fogom, hogy ebbe az irányba meg ennyi. De hát akkor ez azt jelenti, hogy különböző irányokban, hát mondhatnánk, hogy természetesen, ugye a fény sebessége különbözőnek adódik. És akkor, ha ezeket kimérnénk, jó, nem olyan nagyon könnyű, mert ugye azért ez egy elég nagy sebesség, tehát jelentősen mozogni a fényhez képest, ugye az a különbséghez, tehát hogy kimérjük, azért elég nehéz lenne, de elviekben ugye az lehetőséget biztosítaná arra, hogy az éterhez viszonyított mozgásunknak a sebességét meghatározunk. Tehát például, hogy a Föld ugye az éterhez képest milyen sebességgel mozog, mert azért annak elég nagy a sebessége, vagy a Földön esetleg, hogyha valami nagyon nagy sebességű dolgot elképzelünk. Ezt a mérést szerette volna végrehajtani Michelson, és bebizonyítani az éternek a létezését. Tehát végül is különböző irányokba szerette volna megmérni a fénynek a sebességét, és szerette volna kimutatni, hogy különbözőnek adódik a különböző irányokba a fénysebessége. És akkor ugye meg tudta volna mondani, hogy a Földnek az éterhez képest mekkora sebessége van. Michelson, amit használt, az egy interferométer volt. A lényege az, hogy ezzel a félig áteresztő tükörrel, ebből a fényforrásból jövő fényt ugye 50-50 százalékban ketté választja. Az egyik errefele megy el távolságot egy tükörig és visszajön, a másik pedig, tehát a fele ugye visszaverődik, a fele meg át tud haladni, és az meg erről a tükörről verődik vissza. Amikor visszaér a két sugár, akkor ugye megint az egyik fele az tovább megy, meg a másik fele meg visszatükröződik. Rendben van, de ugye megint a fele az meg erről ide tükröződik, a másik fele meg ennek a fele az meg itt megint át tud haladni. Tehát végül is kapunk egy interferencia képet, hogyha ide elhelyezünk egy detektor, és itt nagyítva láthatók ezek az interferencia csíkok. Ezek az interferencia csíkok elhelyezkedésük alapján ugye attól fognak függni, hogy az egyik meg a másik irányban ugye milyen időkülönbség van a szétválasztott sugara újbóli találkozását tekintve. Tehát, hogy mennyivel tart tovább az egyiknek
megtenni ezt az utat, mint a másiknak. És akkor, amikor találkoznak, ugye lesznek olyan helyek, ahol erősítik egymást, ugye ott a fényes csíkok vannak más helyeken, kioltják egymást, ott sötét csíkok vannak, és akkor ez attól függ, hogy egyik meg másik irányba milyen ideig tart a fénysugárnak megtenni az utat. Mivel a közös fényforrásnak a fényét szedjük ketté, ezért ugye ezek koherens fénysugarak lesznek, és akkor létrehozható velük egy ilyen interferencia kép. Na most tegyük föl, hogy ez az egész eszköz, az mondjuk V-sebességgel mozog ezzel a karral párhuzamosan az éterhez képest. Tehát ezt csak a számolás kedvéért tegyük fel, mint pont ilyen a sebessége ennek a műszernek, hát végülis az egész Földnek akkor ugye meg rögzítve van a Földhöz, meg hát a Föld forgását is persze figyelembe kell venni. Na és akkor nézzük meg ezeket az időket, hogy néznek ki. Az egyes kar, ugye ez a éterhez képesti sebességre merőleges, hát akkor ebben az irányban ez a gyök alatt C négyzet mínusz V négyzetes sebesség van. Oda is vissza is ugye L távolság, tehát akkor két L a távolság. Két L per gyök alatt C négyzet mínusz V négyzet, tehát távolság per sebesség az megadja ugye az időt. Na most, ha megnézzük ezt a gyökös dolgot, ebből ki lehet emelni egy C négyzetet, akkor kívül már csak C lesz, ugye a gyök előtt, tehát két L per C, és akkor ami marad ott a gyök alatt, az ugye 1 mínusz V négyzet per C négyzet. Vagy ezt úgy is írhatjuk, hogy 1 mínusz V négyzet per C négyzet a mínusz 1 kettedike. És van ez a, hát most a sebesség ugye sokkal kisebb, mint a fénysebesség, tehát természetesen igaz az, hogy ez egy nagyon-nagyon kicsi szám. Mint ahogy általában ez a delta is, amit szoktak használni erre a közelítő képletre, ugye ez is sokkal kisebb, mint egy, és akkor igaz az, hogy ez egyenlő 1 plusz n-szer deltával. És ezt fogjuk itt használni. Mínusz 1 kettedszer ez, de már van egy mínusz, és akkor ezért lesz plusz. Tehát ezt kapjuk az időre, hogyha felhasználjuk ezt a közelítő formulát. Hát ha itt nem, akkor hol lehetne felhasználni, ugyanakkor ilyen nagyon picike száma. A vízszintes irányba odafelé ugye egy irányban halad így az éterhez képest, tehát akkor kisebb sebessége van. Tehát akkor ez az idő, ez L per C minusz V, visszafele viszont ugye az éterhez képesti mozgással szemben megy a fénysugár, akkor nagyobb a sebessége, tehát L per C plusz V. Na most itt pedig, hát hasonló alapra fogjuk tudni hozni, mert mondjuk a két törtnek a közös nevezőjét, ha megtaláljuk, az ugye C minusz V szer C plusz V. Ugyanannak a két számnak ugye egyszer a különbség, egyszer a összege, tehát akkor ez ugye C négyzet mínusz V négyzet. Felül pedig, hogyha kibővítettük, ugye ezt az L-et ezzel kell bővíteni, ezt az L-et pedig ezzel kell bővíteni, az L szer C az van kétszer, itt viszont L plusz V van, itt meg L mínusz V, úgyhogy az kiesik. Tehát kétszer L szer C per C négyzet mínusz V négyzet. És akkor itt is megtehetem, hogy ebből kiemelek egy C négyzetet, akkor ugye 1 mínusz V négyzet per C négyzet lesz. Itt viszont van már egy C, tehát amikor kiemeltem azt az 1 per C négyzetet, akkor egyszerűsíteni kell egy C-vel, és akkor marad a 2 L per C. Hát pont úgy, mint itt. Tehát kapok egy 2 L per C-t, és mi szorozza még a 2 L per C-t? Hát az 1 mínusz V négyzet per C négyzet. Vagy ezt úgy is írhatnám akkor, hát leírom, mert lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb. Tehát van nekünk egy 2 L per C-nk,
És akkor, hogyha megint úgy akarom fölírni, hogy jól látszódjon, hogy ez hanyadikon van, ugye 1 minusz V négyzet per C négyzet, az ugye lent van a nevezőben, tehát akkor mínusz egyediken. Mínusz egy, mínusz, és így lesz belőle az a plusz, ami ott látszódik. Tehát ismételten ezt használjuk föl. Látható, hogy ez a kettő, ez nagyon hasonló, ezért aztán, hogyha kivonom egymásból őket, tehát kiszámolom a T2 minusz T1-et, akkor ezen a két L per C-vel, hogyha a zárójeleket szétbontom, azok kiejtik egymást, és akkor nem marad más, csak ez a két L per C per, vagy szor V négyzet per C négyzet, két L per C, ugyanaz csak egy-kettedszer. Tehát akkor végül is, ha kivonom valamiből a felét, akkor marad a fele. Tehát végül is, amit kapok, az 2 L per C per V négyzet per 2 C. Tehát a kettessel lehet egyszerűsíteni, és akkor annyi maradt, hogy elszer V négyzet per C köb. Mert ugye itt C négyzetünk, meg még egy C. Jó, a lényeg az, hogy kapok valamit. Most kész számoltuk, hogy pontosan mennyi, vagyis hát nagyjából, mert ugye egyszerűsítettünk egy kicsit, vagy felhasználtuk ezt. A lényeg az, hogy ugye van valamilyen időkülönbség, tehát kialakul ennek megfelelően valamilyen interferencia kép. De hogyha fogom ezt a rendszert és elforgatom 90 fokkal, tehát mondjuk képzeljük el, hogy ez ide kerül, ez pedig ide kerül. Mi fog akkor történni? A két karnak a szerepe, az pontosan fel fog cserélődni. Tehát amelyik eddig az éterhez képesti sebességre merőleges volt, az most párhuzamos lesz vele, amelyik meg párhuzamos volt, az meg merőleges lesz vele. Ez azt jelenti, hogy az időkülönbség az pontosan az ellentétjére fog változni. Tehát nem plusz elszer V négyzet per C köb lesz, hanem mínusz elszer V négyzet per C köb. Tehát a lényeg az, hogy megváltozik valamennyivel. Ennek hatására természetesen, mivel a különböző karokból jövő fénysugarak ugye egymáshoz képest most már más időkéséssel érnek oda, ezért az interferencia képük elvileg más kéne, hogy legyen. Tehát az elforgatás hatására ebben az interferencia csík rendszerben egy eltolódást kellene látnunk. És ennek az eltolódásnak a segítségével meg lehetne határozni azt, hogy mennyi itt ez a V, tehát az éterhez képesti sebesség. Nem észleltek semmiféle eltolódást, úgyhogy nem lehet így meghatározni ezt a sebességet. Akárhogy is forgatgatták a műszert. Hogyha egyszer végeznék el a kísérletet, akkor ugye meg lehetne úgy magyarázni, hogy valamilyen orbitális véletlen folytán, ahogy a nap mozog a tejút közepe körül, meg a Föld a nap körül, meg ahogy forog pontosan, éppen, hogy nulla volt ugye abban a pillanatban az éterhez képesti sebesség, és akkor ezért nem mértek változást ugye az elfordítás közben, mert akkor tényleg annyi lenne. Viszont fél évvel később elvégezve a kísérletet, amikor a Föld ugye a nap körüli pályájának most már teljesen az átellenes pontján jár, akkor már nem lehet még egyszer az, hogy megint pontosan nulla ugye az éterhez képesti sebesség, és akkor sem tapasztaltak eltolódást. Ezért aztán, hát napjainkban már 3 méter per szekundumos, tehát nagyon picike éterhez képesti sebességet is ki lehetne mutatni, ha arra gondolunk, ugye, hogy a fénysebessége 3x18 méter per szekundum, tehát akkor nagyon érzékeny mérés jelentene. Hát az ilyen interferencia alapú mérések ezek azért jók, mert tényleg nagyon-nagyon érzékeny méréseket lehet így elvégezni. Na a lényeg az, hogy Michael Zon szinte az egész életét arra tette föl, ugye, hogy bebizonyítsa az éternek a létezését ezzel a kísérlettel, meg ezzel az interferencia méterrel, és végül is amit bebizonyított az az, hogy nincs éter. Tehát a fény minden inerciarendszerben, akárhogy mozognak egymáshoz képest, és minden irányban
ugyanazzal a céli sebességgel terjed. Tehát itt van akkor ez a furcsaság, amit ugye egyik felhőcskeként már Lord Kelvin is megemlített, és akkor ezt kellene valahogy megmagyarázni. Tehát minden rendszerben ugyanúgy minden irányban C-vel terjed, ugye ez a 318. onnan a fény, és a speciális relativitás elve ez alapján azt mondja ki, hogy nem lehet még elektromágneses jelenségekkel sem, nem csak a mechanikaival, mint amit ugye a Galilei féle relativitás jelv mondott ki, hanem még elektromágneses kísérletekkel sem lehet különbséget tenni, tehát egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerek a fizika törvényei szempontjából teljesen egyenértékűek. Tehát ha az egyikben fölírunk egy egyenletet valamilyen fizikai törvényre, akkor az a másik vonatkozási rendszerben is ugyanúgy fog kinézni. Jó, tehát akkor ahogy mondtam, a Michelson kísérlet negatív eredménye arra utal, hogy még az elektromágneses kölcsönhatással sem lehet különbséget tenni a rendszerek között. Viszont ez akkor azt jelenteni, hogy a mozgó megfigyelő is egy gömb felületet kéne, hogy lásson. Ugye, mert amikor a egyik origó, meg a másik origó, ugye az O meg az O vesző, mondjuk amikor pont ugyanott van, és akkor elindul egy fénysugár, akkor hiába az O vesző az mozog az O-hoz képest, őnek is azt kellene mondani, hogy minden irányban ugyanazzal a C-sebességgel terjed a fény. Tehát, hogyha a koordinátáit, ugye most a mozgónak vesszőt lenne, nem a mozgónak a vesszőse, a nyugalomban, hát a nyugalomban, tehát az egyik, amit kiválasztok nyugvónak vesszőtlen, akkor mind a kettőnek azt kell mondania, ugye, hogy a fény által megtett út négyzete, mínusz a koordináta különbségekből ez a háromdimenziós Pitagórasz, ugye, tehát mindenkinek, mind a kettőnek ugye a megfelelő koordináta különbségekkel, meg időkülönbséggel egy gömbfelületet kell, hogy leírjon az egyenlete. Tehát mind a kettőre igaz akkor az, hogy ez egyenlő nullával. Ezért aztán természetesen ugye ezt most a próbáljuk elképzelni, akkor ugye elég nehéz lenne, inkább azt tudnánk, mint amit az előbb vezetgettünk, ugye a Galilei-féle relativitási elv alapján, meg a Galilei-féle sebesség összeadás alapján. Tehát ennek az a következménye, hogy nem lehet érvényes a sebesség összeadás Galilei féle módja, mint amit a második dián néztünk direkt azért, hogy összetudjuk hasonlítani, hanem az csak akkor igaz, hogyha ezek a vonatkoztatási rendszerek egymáshoz képest a fénysebességétől sokkal lassabban mozognak. Tehát ebben az esetben. És hogyha már összemérhető az egymáshoz képesti sebesség a fénysebességével, akkor már itt valami furcsaságnak kell következnie, a klasszikus newtoni mechanikának a törvényszerűségei már nem használhatók. Na most akkor adja magát a kérdés, hogy jó, hogyha nem transformálhatjuk át ugye a delta x-eket, delta y-t, meg a delta z-t, a delta x veszőre, meg a delta y veszőre, delta z veszőre, ugye emlékezzünk vissza, hogy a Galileinél ezek voltak, hogy a delta x vesző az az volt, hogy delta x minusz v minuszor delta t. Az y az ugye ugyanúgy maradt, meg a z, leírom az y-t, hogy az meglegyen. Meg ugye az is volt, hogy természetesen az idő, itt van még az z, az ugyanaz a két rendszerben. Tehát ez a Galilei-féle transformáció. Na most, hogy itt mind a kettő ugyanazt adja,
annak ellenére, hogy ugye ezek változnak, Einstein jött elő azzal az ötlettel, hogy hát adjuk akkor föl ezt az utolsó feltedést, hogy a egyik rendszerben az órák, meg a másik rendszerben az órák szinkronban vannak. Tehát adjuk fel azt a megkötést, hogy a delta T és a delta T vesző az egyenlő egymással. Tehát nem beszélhetünk ugye abszolút térről, az világos, mert az egyikben mért koordináta különbségek azok a mozgórendszerben nem ugyanannak adódnak. De akkor Einstein szerint abszolút időről sem beszélhetünk. Tehát ez sem egyezik meg akkor a két rendszerben. És akkor meg kellene határozni azokat a transformációs szabályokat, ezek helyett, amelyek ugye elég egyszerűnek tűnnek, azokat a szabályokat meg kellene határozni, amelyek megadják, hogy hogyan kell áttérni mondjuk a veszőtlen koordináta és időkülönbségekből a mozgó megfigyelő által mérhető veszős delta x vesző, delta y vesző, delta z vesző koordináta és időkülönbségekre. Tehát ezt ki kellene cserélni valami bonyolultabb függvényekkel, vagyis hát nem bonyolult a függvény lesz bonyolultabb, hanem majd mindjárt meglátjuk, hogy pontosan mi fog történni. Jó, tehát ezt a transformációs szabályt keressük, ami ugye összeköti a veszőtlen koordináta és időkülönbségeket és a veszős koordináta és időkülönbségeket. Hát egyik irányba, a másik irányba. És akkor nézzük meg, hogy ezekre a transformációkra minek kell teljesülnie. Tehát, hogy mi alapján tudjuk levezetni azt, hogy most akkor tényleg ezek, ha nem így kell, akkor hogy kell. Hát először is, hogyha van egy olyan esemény, amelyik az egyik rendszerben ugyanakkor és ugyanott történik, tehát például két testnek az ütközése, akkor az a mozgó megfigyelő szempontjából is kénytelen, ugye ugyanakkor és ugyanott, vagy egyhelyű és egyidejűnek lenni. Tehát, hogyha igaz az, hogy delta x, delta y, delta z, meg még a delta t is, ez mind nulla, akkor a delta x vesző, delta z vesző, delta y vesző, meg a delta t vesző a másikban is nullának kell adódjon. Jó, mert különben logikai bukfenc lenne az egészben. Tehát azért annyira nem transformálhatunk, hogy az egyik az ezt észre, de a másik meg azt. Vagy egyiknél összeütközik a két hűhaja, a másik meg azt mondja, hogy nem. Tehát ilyen nem lehet. Jó, tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy természetesen ha kicsi a sebesség, akkor vissza kell kapjuk ezeket a transformációs képeteket. Tehát egy olyan képletrendszert kell találnom, aminél, hogyha én beírom ezt a közelítést, akkor visszakapjuk ezeket. Tehát nem lehet olyan, hogy most nem adja vissza, de azért természetesen kis sebességnél érvényes a Galilei-féle transformáció. És ami még nagyon fontos, hogy nincsen kitüntetett vonatkoztatási rendszer, tehát amikor az egyikből transformálok a másikba, vagy a másikból az egyikbe, akkor ott a függvényeknek az alakjának ugyanannak kell lennie. Na most ez mindjárt kizárja annakat, hogy például bejön itt egy ead, vagy egy logaritmus, vagy egy gyöke mondjuk ennek a delta x-nek, tehát ilyen bonyolultabb függvényeket, és nem marad akkor már csak a lineáris. Mert ugye a lineáris, hogyha az egyik irányba lineáris, akkor a másik irányba is lineáris. Úgyhogy már mindjárt elég jól le is korlátoztuk azt, hogy ezek a transformációs képletek milyen alakúak lehetnek. Hát ugyanúgy lineárisak lesznek, mint itt. Csak esetleg szorzófaktorokban különbözhetnek, meg abban valószínű benne lesz a V sebesség magába a faktorokba is. Meg valahogy a fénysebességnek is ugye gondolom be kell jönnie. És a negyedik követelmény, ami végül is a legfontosabb, amiatt az egészet elkezdtük, hogy minden vonatkoztatási rendszerben, minden irányban a fénysebességének ugyanannak a c-nek kell lennie. Jó, tehát ezeket mondtam itt végig. A negyedik ugye
ez amiatt elkezdtük az egészet, hogy minden egyszerű nagy legyen, tehát a vesszősökkel fölírva is azt kapjuk, hogy delta x per delta x vesző per delta t vesző, hogyha mondjuk egy fény terjedésére nézem, az is c-t adjon, meg amikor azt mondom, hogy delta x per delta t, tehát ott számolok sebességet mondjuk egy fénysugára, ott is jön az a c legyen. Rendben. Na hát akkor, ja, igen, ugye ezért odaírtam a G betűt, hogy ez a Galilei-féle transformációs rendszer, és a új fajtát, az pedig Lorentz transformációnak nevezzük. Hát azért nem Einstein transformáció, mert végül is ezek közül a képletek közül, tehát már voltak transformációs képletek, csak magyarázni nem tudták. És azért Lorentz nevét viseli. Na, ahogy mondtam, lineáris transformációs képleteket kell keresni. Vegyük a szokásos dolgot, hogy a K-vesszőrendszer mozogó K-hoz képest a pozitív X-tenge irányába állandó V-sebessége. Hát most nem V-sebességgel, mint itt, hanem V-sebességgel, jó? Tehát ennyi az csak a különbség. És azt mondjuk, hogy lineáris transformációs szabályokat akarunk. Hát akkor ezt is így szorozni kell valamivel, meg ezt is így szorozni kell valamivel, vagy valami konstanst oda kell rakni, vagy valami szorzófaktort, inkább úgy mondanám, ide is, meg ide is. És akkor jelöljük ezeket el ilyen furcsának tűnő betűkkel, hát eredetileg így láttam valahogy, hogy megtartottam ezt a jelölést, de ha valaki el akar kezdeni jelölgetni ilyen nagy A-val, nagy B-vel, vagy akármivel, tehát végül is ez teljesen mindegy. Tehát azt mondjuk akkor, hogy ez a delta x vesző, tehát a mozgó rendszerben az x irányú távolság, az úgy fog kinézni, hogy valami xi x-szer delta x-nek xi t-szer delta t. Rendben van, ez lineáris, ugye. Az idő különbség az pedig, hát t mint tau, tau x-szer delta x, meg tau t-szer delta t. Ugye x irányban történik a mozgás, ezért aztán az x irányú koordináta különbséggel keveredik az idő. Ezt tételezzük föl. Ugyanúgy, ahogy itt is ugye az x irányúnál jelenik meg ez az idő. De azért megengedjük, hogy esetleg valami faktorral a delta y vesző eltérjen a delta y-tól, meg a delta z ugyanaz. Hát mivel ez a kettő, ez mind a kettő merüleges, ugye különbség elviekben nem lehet a kettő között, mert a merüleges, ha itt transformálódik, akkor úgy transformálódik. Tehát ugyanez a kappa jelenik meg itt is. Tehát vannak akkor nekem ezek a faktoraim, amelyek ugye természetesen a sebességtől, tehát hogy milyen gyorsan mozog az egyik rendszer a másikhoz képest, meg ugye valószínűleg a C fénysebességtől függenek ezek közül. A C az ugye egy állandó, a V az meg lehet ilyen, lehet olyan, meg amolyan. Tehát meg kellene határozni akkor ezt a xx-et, xt-t, tau x-et, tau t-t, meg a kappát. Valamennyit lehet segíteni itt a dolgon, hogyha azt mondjuk, hogy a vesszős rendszerben a O vesző origónak a sebessége az ugye nulla, tehát az elmozdulása az nulla. Ezért aztán ugye erre a delta x veszőre felírhatom, hogy nulla. Jó. Tehát ez a... Na most... Mi az O-veszőnek a sebessége a O-hoz képest? Ugye pontosan a V. Tehát, hogyha itt ezt átviszem a másik oldalra, úgyhogy minusz xi t szer delta t egyenlő xi x szer delta x, és beosztok most delta t-vel,
mind a két oldalon, akkor ugye itt megjelenik a xi t, minusz xi t, az egyenlő xi x szer delta x per delta t. De ez a delta x per delta t, ez pontosan, ugye, ha az O vesszőről beszélek, akkor ez a O vesző origónak a sebessége az O origóhoz képest. Tehát ez itt végül is a V. Úgyhogy igaz az, hogy a xi t az egyenlő mínusz V-szer xi x. Így aztán nem kell már két különböző xi-t használnom, hanem elég csak azt mondanom, hogy a xi x helyett azt mondom, hogy akkor az legyen xi, a másik helyett meg azt mondom, hogy legyen mínusz V-szer xi. Jó, tehát ezt fogjuk itt most beírkálni. Tehát a kárdani sebesség ennek az origónak ugye V, ebből az első egyenletből ugye kihoztuk ezt a hányadost, és akkor a xi x helyére már csak annyit írok, hogy xi, a xi t helyére meg annyit írok, hogy mínusz V-szer xi. Igen. Tehát ezt a xi ki lehet emelni az első egyenletnél, amikor beírkálom, és hogyha kiemelem, akkor a delta x veszőre már ott járok, hogy kiemelve a xi, marad akkor a delta x, mínusz akkor a v-szer delta t. Jó, hát ennyivel előrébb vagyok. És akkor, amit meg kell csinálni, tehát természetesen, ahogy az előző oldalon volt, a gömbfelület az mind a kettő megfigyelő számára ugye megadja, tehát mind a kettő megfigyelő számára a fénysugár egy gömbfelületet fog elérni bizonyos delta t idő alatt. Ezért aztán a veszőtlenre is egyenlő nulla lenne a jobb oldalon ennek, meg a veszőssel felírva is egyenlő nulla lenne a másik oldalon. Tehát akkor ez a két dolog mind a kettő nullával legyen, tehát egyenlő a két dolog. Na most itt akkor azt kell csinálni, hogy a veszős koordinátákat egyenként be kell írkálni, ide be kell írni ezt, elvégezni a négyzetreemelést, ide be kell írni ezt, elvégezni ott is a négyzetreemelést, ide be kell írni ezt, ide meg ezt, és elvégezni a négyzetreemelést. Aztán pedig össze kell gyűjteni, most már akkor ezen az oldalon is delta t-k, delta x-ek, delta y-ok, meg delta z-k lesznek, csak ilyen csomó faktorral meg vannak szorozva. Na most össze kell gyűjteni akkor itt is, ugyanúgy, mint ahogy itt ugye szépen össze van gyűjtve, össze kell itt is gyűjteni a delta x-eket, a delta y-ok, meg a delta z-ket, és akkor ez a két oldal úgy lehet csak egyenlő, hogyha a megfelelő koordináta különbségeknek a szorzó faktorai, az ugyanannyi. Tehát, mivel itt mínusz 1 van, miután behelyettesítettem és összegyűjtöttem, ami szorozza itt is majd a delta x négyzetet, annak is egynek kell, mínusz 1-nek kell lennie, stb. Stb. És a delta t-nél is. Na most, ami egyszerű és itt is gyorsan meg tudjuk nézni, az ugye az y-os tag meg a z-s tag. Tehát ugye minusz, minusz delta y négyzet van ott a bal oldalon, a másik oldalon viszont minusz kappa négyzetszer delta y négyzet lesz, hogyha azt behelyettesíteni innen. Ugye? Tehát ebből egyből adódik, hogy ez a kappa négyzet nem lehet más, mint 1. Ezért aztán a kappa az 1. Na hál' Istennek, legalább a merüleges irányokban nem történik semmi turpisság. Igaz lesz az, hogy a delta y vesző az egyenlő a delta y-nal, meg a delta z vesző a delta z-vel. Tehát ennél a merüleges irányoknál nincsen különbség a galilei transformációhoz képest, az marad ugyanúgy.
A különbség az ott lesz, hogy a delta x meg a delta t az össze fog keveredni egymással. És mondanám, az idő meg a térbe relatíve egyik megfigyelő mást észlel, mint a másik. És akkor, ha ezt megtesszük, és mondjuk egy oldalon keresztül gyűjtögetjük, meg oldozgatjuk meg az szépen, hogy minek mennyinek kell lenni, akkor az jön ki, hogy ez a xi az 1 per gyök alatt 1 minusz v négyzet per c négyzet. Ugye lehet látni, hogy ez, ha ez sokkal kisebb, mint 1, akkor ez végül is 1. Ez az egész. Tehát, hogyha nagyon kicsi a sebesség, akkor látjuk, hogy visszakapjuk itt az 1-et. A kappára már mondtam ugye, hogy csak az 1 jó, és a tau x, ja ez egyenlő a tau t-vel, tehát abban nincs különbség, és a tau x-re pedig azt kapjuk, hogy ugyanez a xi, csak még meg van szorozva egy mínusz v per c négyzettel. És akkor, ha ezeket szépen felhasználjuk, és beírkáljuk ide, meg ide, meg hát ugye ide is, csak azt már el is végeztük, akkor megkapjuk a Lorentz-féle transformációs képeteket. Tehát a delta x veszű az delta x minusz részre delta t, ennyi lenne a galilei, de a Lorentzben még bejön egy 1 per gyök alatt 1 minusz v négyzet per c négyzet. Ugye ez, hogyha a v már összemérhető a c-vel, akkor nem elhanyagolható ám ez a különbség, sőt végtelenhez tart. Mert ugye itt ez egyre jobban közelít a nullához, és aztán ha azzal osztunk, akkor az tart végtelenhez. Hát itt pedig ugye megjelenik. Tehát egyrészt az, hogy nem egyenlő a delta t össze a delta t-vel, nagyon nem. Függ még itt ettől a delta x-től is a delta t vesző. Úgyhogy ennél sokkal jelentősebb különbség van, mint ugye itt, hogy egy extra faktor, bár mondjuk mondom, végtelen lehet akár a különbség. És jól látható, hogy ha a sebesség kicsi, akkor ez vissza, az egyhez szart, tehát visszakapjuk a galileit. Hogyha fordítva akarok menni, akkor a mínusz v helyett plusz v-t kell beírni. Mindenhol. Így. Hát nem teljesen ugyanúgy írtam, mert itt egybeírtam a léppel cínicetet, de így jön ki. Tehát látszik, hogy hasonló alakú képetek visznek a veszőtlenből a veszősbe, mint a veszősből a veszőtlenbe. Tehát, hogyha most a mozgó űrhajóban ülő megfigyelő által mérteket szeretnénk áttranszformálni a földi megfigyelő rendszerébe, akkor ugyanúgy kell. Ugyanolyan alakú függvénnyel kell. Ami itt még esetleg megjegyzendő, hogy ezt a mennyiséget, hogy 1 per gyök alatt 1 minusz v négyzet per c négyzet, ez szokás Lorentz faktornak mondani. Végül is ez mondja meg, hogy mennyire relativisztikus az adott sebesség. Ugye, mert hogyha ez nagyon pici, akkor ez végül is 1. Ha viszont ez nagyon nagy, akkor ez lehet akár 100 vagy 1000 vagy akármi. Tehát ez tart a végtelenbe ahhoz, ahogy a sebesség közelíti a fénysebességet. És még egy érdekes dolog, esetleg bétával szokták jelölni a fénysebességhez viszonyított sebességet. Tehát ez ugye egy dimenziótlan mennyiség lesz most már, mert ugye elosztom a adott sebességet a fénysebességével. Hát ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy mondjuk kétszeres hangsebességgel repül egy repülő, ugye csak egy számot mondanak. Csak itt egytől nem lehet nagyobb, sőt még egy se lehet ez a béta. Mert ugye a fénysebességet nem érheti el semmi, csak a maga a fény.
Na most, hogy megvannak ezek a transformációs képletek, hogy mi történik, nézzünk meg néhány példát arra, hogy ez milyen furcsaságokat eredményez nekünk a minden, hát nem mondom mindennapokban, de hogyha valaki még nagyon gyorsan repkedne, akkor úgy is mondhatnánk, hogy a mindennapokban. Vegyünk egy olyan dolgot, mondjuk két lámpának a felvillanását, amely a K-rendszerben megfigyelve különböző helyeken van, de egy időben. Mondjuk egymástól 10 méterre, mint vettem 10 méter, egymástól 10 méterre mondjuk egyszerre felvillan két lámpa. Tehát ezt ő, aki a lámpákhoz képest nyugalomban van, ugye egy idejűnek mondja. Viszont egy olyan megfigyelő, amely a lámpákkal párhuzamos egyenes mentén nagy sebességgel halad, mondjuk fénysebesség 90%-ával, vagy valami a fénysebességgel összevethető sebességgel, akkor ezt a két felvillanást nem fogja egyidejűnek mondani. Tehát az egyidejűség is relatív, hogy mi történik egy időben, az abban nem fognak egyetérteni a két megfigyelő. Tehát rendben van, ugye, nincs egy helyen, hanem mondjuk 10 méter távolságban van ugye a két lámpa, tehát a delta x az nem nulla, hanem valamennyi. De viszont ugye a K-vesző, vagy K-beli megfigyelő azt mondja, hogy a delta t egyenlő nulla. És akkor írjuk át, felhasználunk ugye itt a transformációs képletből ugye a delta t veszőre, tehát a mínusszal írt változatát. Ugye a K-vesző rendszerben a mozgó megfigyelő azt fogja érzékelni, hogy ugye delta t minusz vészer delta x per c négyzet. Na most itt az a lényeg, hogy rendben van, hogy a delta t az nulla, mert ugye a lámpákhoz képest nyugalomban lévő megfigyelő ugye nem mér semmi időt, mert azt mondja, hogy egy idejű, viszont a delta x az nem nulla. Ezért aztán kapunk egy nullával nem egyenlő mennyiséget, amely nem elhanyagolható, hogyha ez a v per c, ez ugye nem nagyon picike. Meg egyébként még itt is van egy v per c négyzet, tehát ez azért nagyon, nagyon kicsi lesz. De nézzük meg, hogy például ennél a 10 méteres távolságnál hogyan fog változni, ha ugye v per c, tehát ezt a bétát, amit az előbb direkt fölírtam, v per c függvényében ábrázoljuk. Ezt táblázom végül is a v per c függvényében. És akkor azt kapom, hogy igen, először ugye nagyon kicsi, aztán növekszik. Hát most az, hogy negatív, az egy, melyik van hamarabb végül is az lényegtelen, tehát a lényeg az, hogy nem nulla, tehát most az abszolút értéket kell figyelni. És akkor lehet látni, hogy ahogy itt már úgy közelítünk a fénysebességet, akkor az elég meredeken elkezd megindulni, és akkor természetesen ez ugye végtelenhez tart. Tehát itt van neki egy aszimptótája. És ez csak egy példa, hogyha itt mondjuk a 0,9-et megnézzük, akkor ez ilyen 70 nanoszekundumnak felel meg. Tehát ez már azért eléggé kimérhető, elég lazán, ugye manapság, mely attoszekundumokat tudnak meghatározni, ami 10-18 nagyságrend. Jó, tehát ez az egyidejűség relativitása. A másik ilyen következmény az az idődilatáció. Itt arról van szó, hogy mondjuk van egy űrhajó, és akkor az űrhajóban ülő, tehát az űrhajóhoz képest nem mozgó, megfigyelő mér valamilyen delta t időt, akkor ez nem fog megegyezni azzal a delta t idővel, amelyet a földi megfigyelő mér. Tehát hozzárögzítünk az űrhajóhoz egy rendszert, ez az a K-vesző vonatkoztatási rendszerünk, tehát az űrhajó által mért koordináták, koordinátakülönbségek, esetleg meg idő és időkülönbségek, ezek lesznek a vesszősök, és a földi megfigyelő által mért koordináták, koordinátakülönbségek, meg idő, azok meg a vesszőtlenek. Na most természetesen, hogyha hozzá van rögzítve a koordinátarendszer az űrhajóhoz, akkor ugye ott a delta x vessző az nulla lesz, mert az űrhajó önmagához képest nem megy sehova, ugye, tehát viszi magával, tehát direkt hozzá van rögzítve a koordinátrendszer, tehát itt mondjuk egy nagy origóti
el lehetne képzelni rárögzítve az űrhajóra. Tehát ezért aztán delta x vesző az nulla, és a delta t vesző az meg valami. Ezért aztán, hogyha kiszámoljuk, hogy ez a delta t mennyi, tehát most akkor ezt a változatát kell felhasználni ugye az egyenletnek, amikor a vesszőt lent akarom kifejezni, akkor ugye űrhajóban mérhető idő plusz v per c négyzetszer delta x, de ugye ez null vesző, mert a űrhajóhoz rögzítettük a koordinátarendszert, tehát amikor ezt felírjuk, ez itt nulla, ezért aztán azt kapjuk, hogy a delta t vesző per megint ez a gyökös tag, tehát végül is delta t vesző szorozva ezzel a Lorentz faktorra. Ugye ez kisebességnél egy rendben van, vagy hát közel van egyhez, de ahogy jelentős sebességekről van szó, ez ugye nagyobb lesz, mint egy, tehát ez az egy per gyök alatt. Ezért aztán egyre nagyobb számmal kell szorozni az űrhajóban mérhető időt, hogy megkapjuk a földi megfigyelő által mérhető időt, tehát az űrhajóban mért idő az kisebb lesz, mint a földi megfigyelő által mérhető idő. Ezt egyébként saját időnek szokták mondani, amikor hát mindenki a saját magához rögzített órát, akárhogy is változtatná a sebességét össze-vissza, ugye mérni a rajta lévő órán az időt, ez lenne a saját idő. Egyébként elvégeztek ilyen kísérletet, nem kell mindjárt extrém sebességekre gondolni. Két repülőt a Föld körül elküldtek különböző irányokba, és aztán találkoztak, nagyon érzékeny atomórákkal látták ezeket a repülőket, és amikor ugye elején lesz, szinkronizálták a két órát, hogy egyenlő az idő a kettő, és amikor ismét találkoztak, akkor különböző időt mutattak. Tehát tényleg működik ez az effektus a egymáshoz képest különböző sebességekkel haladó rendszerekben, különbözőképpen telik az idő. És még egy ilyen kísérleti bizonyítékot meg lehet említeni, amikor a napból érkező nagy energiájú részecskék, vagy akár az univerzum egyéb részeiből, mondjuk ilyen a fekete lyukok, neutroncsillagok, stb. Jövő nagy energiájú sugárzás, tehát jobbára ilyen nagy energiájú protonok, esetleg alfa részecskék, elérik a Földnek a légkörét, akkor ugye a Föld légkörében lévő oxigén-nitrogén molekulákkal ütköznek. Tehát végül is egy természetes részecskegyorsító működik a légkör felső rétegeiben. És ennek hatására ugye, hát van, hogy ezrével keletkeznek a különböző részecskék odafent egy-egy ilyen ütközésnél, attól függően, hogy mekkora az energiája az ilyen részecskéknek. A lényeg az, hogy pi-mezonok keletkeznek körülbelül 100 km-es magasságban. Na most ezeknek a részecskéknek a felezési ideje az 2 mikroszekundum. Ez azt jelenti, hogy 2 mikroszekundum alatt, majd az utolsó előadáson lesz erről szó, de most ennyit talán mindenki meg tud előre érteni, hogy 2 mikroszekundum alatt a fele elbomlik, 4 mikroszekundum idő alatt még a felének még a fele marad, tehát ugye a maradéknak megint a fele elbomlik. Ezért aztán 2 mikroszekundumonként megfeleződik, hogy a keletkezett részecskékből mennyi darab marad. Na most, még hogyha fénysebességgel is haladnának ezek a részecskék, hát mondjuk azért elég közel vannak hozzá, de még fénysebességgel haladva is, a földi megfigyelő szempontjából ugye 100 km megtételéhez, hogyha elosztjuk a 100 km-t a 318. vonnal, 0,3 millisekundumot kapunk. Na ez több mint százszorosa a felezési időnek, tehát 2 a 100-onnal kellene, vagy még több egyébként, valami 160 talán, 2 a 160-onnal kellene akkor elosztani az eredetileg meglévő részecskék számát. Na most akármekkora nagy számon keretében, tehát ez akkor óriási szám, hogy semmiképpen nem maradhatna a detektálandó részecske a Föld felszínének eléréséig. Viszont ezeket a mezonokat mégis kimutatják a
Föld felszínén, mégpedig pont olyankor, amikor ez az ütközés lezajlik fent a légkörben. Úgyhogy ez is egy kísérleti bizonyítéka arra, hogy a pímezonnak az ő mozgó vonatkoztatási rendszerében, ami ugye nagyon relativisztikus, tehát nagyon megközelíti a fénynek a sebességét, nagyon-nagyon lerövidül az ő rendszerében az az idő, ami a földi megfigyelő szempontjából esetleg ennyi. Vagyis nem esetleg, hanem tényleg. Jó, és akkor ez is egy kísérleti bizonyítéka az idődilatációra. Van még egy ilyen jelenség, tehát tényleg az alap képeteknek az alkalmazásával, a Lorentz transformáció képeteknek alkalmazásával ezeket mind szépen be lehet látni, lehet vezetni. A másik jelenség a hosszúság kontrakció. Talán inkább elmondom először, hogy mi a jelenségnek a lényege. Ha van mondjuk egy űrhajónk, amelyik áll, akkor ugye V egyenlő 0 esetében oda megyek, megnézem, milyen hosszú. Van neki egy nyugalmi hossza, úgymond. Viszont, hogyha utána ez az űrhajó nagy sebességgel elhalad, akkor megmérve a hosszát, tehát a vége meg az eleje közötti koordináta különbségeket, mondjuk az x meg az x plusz delta x, tehát mégis a delta x adja meg a hosszát, azt fogunk kapni, hogy megrövidül a mozgás irányába. Tehát ez a delta x, a delta x az L0-ához képest, ami a eredeti hossz ennek az űrhajónak kisebb lesz. Most, tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogyha ehhez az űrhajóhoz, de a mozgó űrhajóhoz, tehát ha a mozgó űrhajóhoz, ahogy mozog, hozzárögzítek egy vonatkoztatási rendszer, akkor természetesen a az x vesző, meg az x plusz delta x vesző közötti különbség, vagyis a delta x vesző, az természetesen meg fogja adni az L0 eredeti hosszát, nyugalmi hosszát az űrhajónak, mert ugye pont nyugalom van, tehát mondjuk felülök az űrhajóra, és akkor L0 hosszónak látom, delta x vesző koordináta különbség megmérésével. Na most, hogyha én ennek a mozgó űrhajónak szeretném a földi rendszerben megmérni a hosszát, akkor ugye azt kell tennem, hogy ugyanabban az időpillanatban, ahogy mozog, meg kell néznem, hogy hol van az eleje meg a vége. Itt. Ezért aztán a méréshez mindenképpen igaz az, hogy a delta t-nek nullának kell lennie. Tehát a földi megfigyelő, amikor megméri az űrhajó elejének meg végének a koordinátáit, akkor azt ugyanabban az időpillanatban kell megtennie. Hát milyen megmérem, aztán várok még, amíg elmegy. Megmérem az elejét. Tehát természetesen, hogy mi van. És akkor ezt a delta x távolságot szeretném megkapni. Na most itt pedig azt fogjuk felhasználni, ugye, hogy a delta t egyenlő nulla, ezért aztán a delta x vesszőt fejezem ki, és akkor tudom, hogy majd ott szerepelne a delta t egyenlő, delta t, de az most nulla, úgyhogy felírható szépen az, hogy delta x vessző, delta x plusz vészet, delta t per ez a gyök, és akkor ide beírom, hogy egy delta t egyenlő nulla, mert ugye ugyanakkor kell megnézni, hogy az eleje meg a vége, és akkor nem marad más, csak az, hogy delta x per gyök alatt egy minusz végzett per cínzett. Igen, pontosan ugyanazt a Lorentz faktort kaptam, amelyik az idődilatációnál szerepelt. És akkor a földi megfigyelőnek, amikor méri a mozgó űrhajó hosszát, ezt meg kell szorozni egy egytől nagyobb számmal, hogy megkapjuk ugye a nyugalmi hosszát, az L0-at, tehát látszódik, hogy megrövidül a mozgó test, látszólag. Na akkor nézzük meg, hogy hogyan kell összeadni sebességeket. Tehát mi van akkor, hogyha a K-rendszerben nézünk egy testet, ahogy ő mozog, mondjuk az x irányban halad, pozitív x irányban, és akkor meg akarom mérni, hogy mennyi a sebessége. Hát természetesen megmondom, hogy delta x koordináta különbség, tehát ilyen messzire ment,
távolság, akkor ez, és elosztom a közben eltelt idővel, tehát a delta t-vel, delta x per delta t, megadja a sebességet. Na most, hogy ne keveredjünk össze, ugye, mert a v-t azt már felhasználtuk a egyik rendszernek a másikhoz képesti sebességére, ezért most ezt a sebességet, ami az adott rendszerben a testnek a sebessége, ezt u-val fogjuk jelölni, vagyis így szokták jelölni, hogy külön betű legyen rá, ne keveredjünk. Tehát akkor a vesszőtlen k-rendszerben a sebesség az delta x per delta t. Na most szeretnék meghatározni akkor, hogy mi lesz a k-vesszőrendszerben a sebesség, ami a pozitív x-tenger irányában halad v-sebességgel a k-rendszerhez képest. Na most, természetesen a k-vesszőben az u-vesszőt a vesszős koordináta különbséggel, tehát a delta x vesszővel, meg a delta t idő különbséggel kell meghatározni. De most én ezt szeretném kifejezni ugye a vesszőtlen koordinátákkal is sebességgel a végén. Tudom, hogy az egyiket meg a másikat hogyan kell áttranszformálni, ezért aztán szépen beír. Ugye ennél az van, hogy delta x minusz v-szer delta t per gyök, most azt hagyd ne írjam már le, mert ugyanaz a gyök itt is megjelenik. Ja. És itt pedig ugye delta t minusz v per c négyzet delta x, és itt is itt lenne ez a gyök, az a gyök alatt 1 minusz v négyzet per c négyzet, de természetesen ezzel egyből egyszerűsítenék, úgyhogy ezért nem is írtam le. Most pedig azt csináljuk, hogy ami maradt, tehát itt föl ez a delta x minusz v per v-szer delta t, itt meg a delta t minusz v per c négyzet delta x, osszunk végig delta t-vel. Úgyhogy azt kapjuk, delta x per delta t, először leírom, hogy látszódjon, hogy mi újság. Itt a delta t-vel akkor egyszerűsítek. Delta t per delta t az 1, minusz v per c négyzet, delta x per delta t megint. Na most már csak annyi dolgom van, ugye, hogy a k-ban ez a delta x per delta t, ez a u volt. És akkor ezt írjuk be. U minusz v per 1 minusz v per c négyzetszer u. Tehát akkor ide írom így. Hogyha fordítva néznénk, akkor természetesen u vesző plusz v per 1 plusz, mert ugye u helyett, vagy v helyett akkor mínusz v-t kell írnom, ugye, mint az előbb, amikor itt ezt írtam. Tehát most ugyanúgy le lehetne vezetni itt is, hogy a delta t veszőkkel végigosztanám, és akkor szépen kijönne. A lényeg az, hogy akkor itt pedig ez lesz. Na, ha ezt megnézzük, amikor a sebesség az nagyon kicsi, tehát a v per c négyzet az nagyon kicsi, akkor ez itt ugye nulla. Vagy itt is nulla. Tehát u minusz v per 1. Visszakapjuk ugye a galilei transformációnak azt a sebességekre vonatkozó igazságát, hogy kivonom a egyik sebességből a másikat, és akkor megkapom a mozgó rendszerbeli. Tehát az elején ugye a 140-ből kivontam a 110-et, és megkaptam a 30-at. Tehát ezt most visszakapom kis sebességek esetén. De, ha nagy a sebesség, tök mindegy, hogy 90%-a, 90%-a fénysebességgel közelítenek egymáshoz mondjuk két űrhajó, akkor sem fogja azt mérni az egyik, hogy a másik 1,8 fénysebességgel halad hozzá képest, hanem mindenképpen a fénysebességtől kisebb sebesség adódik, hogyha ennek megfelelően kiszámoljuk a sebességtranszformációját. Tehát nézzük akkor meg egy ilyen példát, hogy
van ez a két űrhajója a Földhöz képest, mind a kettőnek a sebessége a fénysebesség 90%-a, tehát 0,9 C. És akkor mit mond az egyik űrhajós a másik űrhajóról? Rögzítsük akkor, hát UFO vagy űrhajó, most mindegy, tehát rögzítsük akkor a K-vesző mozgó vonatkoztatási rendszert, mert rendben van, hogy a Földhöz képest mind a kettő 0,9 C-vel megy. Ugye az egyik az pozitív 0,9 C-vel, a másik meg negatív 0,9 C-vel. Tehát U1 az 0,9 C, az U2 az meg mínusz 0,9 C. Talán föl, igen, fölírtam ide szépen. Na most, válasszuk ki mondjuk az egyest, amelyik erre megy, pozitív X irányba, és akkor rögzítjük hozzá a mozgó vonatkoztatási rendszerünket, a K-vesző rendszert. Tehát a Földhöz képest mozgó rendszer, az mozog az UFO-val együtt. És akkor át kell transformálni a másik UFO, a szembejövő UFO-nak a sebességét ebbe a veszős rendszerbe. Tehát az U2 veszőt keressük. Az U1 vesző az természetesen nulla, mert ugye hozzárögzítettem a vonatkoztatási rendszert, azért ennek nem lesz sebessége ebbe a rendszerbe. És akkor a kieszközölt képletek megfelelően ugye az U2-ből kivonom a V-t, ami most ugye 0,9 C, mert ugye hozzárögzítettem ehhez, tehát V egyenlő U1 végül is, rendben van, és akkor alul is ugyanúgy beírkálom. Tehát az U2 ugye szembe jön, negatív X irányba halad, ezért mínusz 0,9 C. Ebből levonom ugye az eredetinek a sebességét, mert ugye a rendszer sebessége az eredetinek a sebessége, ezt már hozzárögzítem, tehát 0,9 C. Idáig ugye megkaptam azt a 1,8-at, hogy nagyon gyorsan jön szembe, negatív irányba, de mégsem annyit kapok, mert ugye be kell írnom a 0,9 szorozva mínusz 0,9 C/C, tehát végül is ebből is jön egy mínusz, meg itt volt egy mínusz, ezért pluszt kapok. C négyzettel lehet egyszerűsíteni, és akkor itt meg megmarad a C, 1,8 C-t, ugye mínuszba el kell osztani, ez az 1 plusz 0,9 a négyzetennel, és lásd csodát, nem kapunk ennél nagyobb számot, hanem 0,9945 C. Tehát 99,45%-át fog észlelni az egyik űrhajó a másikhoz képest. Most el lehet szórakozni ezzel, nyugodtan be lehet írni akkor 0,99 C-t ugye a két sebességre, akkor se fogunk. Tehát a 9-eseknek a számát lehet növelni, de egytől nagyobb értéket soha nem fogunk kapni. Tehát semmilyen, akárhogy is mozgó vonatkoztatási rendszerben nem mérhet senki egy olyan sebességet egy tömeggel rendelkező test esetében, hogy az elérné vagy meghaladná a vákumbeli fénysebességét. Tehát ez egy abszolút kozmikus sebességhatár. Hát olyan szempontból olyan határ, amit még elérni se lehet, nem tudom, hogy meghaladni nem. Tehát általában mondjuk, ha kimarok vagy távol, azért elérni azt el szokták elég gyakran, meg meghaladni is, de ez szigorú. És akkor nézzük meg, hogy miért van az, hogy nem lehet ezt a sebességet elérni se, meg meghaladni, meg főleg. Tegyük föl, hogy van egy M tömegű test, és azt egy állandó F erő nyugalomból indulva elkezdi gyorsítani. Ugye a newtoni dinamika alapján azt mondanánk, hogy hát akkor gyorsulás egyenlő ugye F per M, mert ugye M-szer A egyenlő F-fel, most csak ez az egy erő van, tehát ugye az eredő erő akkor ez. És akkor mondanánk, hogy van egy állandó gyorsulás, és akkor a sebesség az egyenletesen növekedne. Igen ám, de akkor elég időt, ha várunk, elérnénk és meg is haladhatnánk ugye a fénynek a sebességét, tehát valami változásnak be kell következnie előbb vagy utóbb. És az fog történni, hogy hiába marad ez az erő állandó, a gyorsulás az, ahogy növekszik a sebessége a testnek,
egyre csökkenni fog, és tart nullához, ahogy a test megközelíti a fénysebességet. Ennek az az oka, hogy ahogy a test egyre gyorsul, a tömege az nem marad állandó. Tehát amikor nulla a sebessége a testnek, megmérjük, hogy mennyi a tömege, ezt mondjuk hívhatjuk úgy, hogy nyugalmi tömeg, mondjuk M0, és amikor pedig egyre jobban felgyorsul a test, akkor ez a nyugalmi tömeg az megszorzódik azzal a tolerance faktorral, amit letöröltem, de itt mindjárt látható. Tehát függ a tömeg a sebességtől. Természetesen ezt nem veszük el észre kis sebességeknél, mert mondjuk a gyakorlatban is majd lesz egy olyan feladat, hogy a leggyorsabb repülőnek is, hogy mennyivel változik meg a tömege, és akkor valami mikrogram, meg ilyesmi, tehát nagyon pici ez az effektus, de hogyha megközelítjük a fénysebességet, akkor akár végtelenbe is tarthat ez a tömeg. Tehát így néz ki akkor a részecskének, vagy egy testnek a tömege, hogyha valamilyen v-sebességgel halad, N0 per gyakorlat 1-V-nézet per C-nézet. Na és hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi munkát végez ez az F erő, amíg a testet felgyorsítja egy V-sebességre, ami most nem elhanyagolható a fénysebességhez képest, hanem nagy, tehát ezt úgy hívják, hogy relativisztikus sebességet ér a test, akkor a mozgási energiára le lehet vezetni, hogy egy ilyesmi mennyiség jön ki. Tehát ugye a munkatétel alapján az erő, tehát a testen végzett összmunka az egyenlő mozgási energiának a megváltozásával, ez a munkatétel. Most, hogyha nulla kinetikus energiával indul, vagy nulla mozgási energiával indul a test, akkor ugye annyi mozgási energiája lesz, mint amennyi munkát végez rajta ez az F erő, ez az állandó F erő. Na most, hogyha V-sebességre gyorsul fel a test, akkor rajta végzett munkára, vagyis a mozgás energiára ez jön ki, hogy M0-szor, tehát a nyugalmi tömegszorozó C-négyzet, és akkor itt van ez a gyökös tag. Egyébként meg, hogyha felhasználjuk, hogy az M0 per gyök az mennyi, akkor ugye itt a mozgás energiára, ezt úgy is írhatom, hogy M-szer C-négyzet, mert ugye az első tagját, hogyha kiszámolom ugye ennek a zárójelmet, tehát ketté bontva az ugye M0 per gyökös tag az akkor M, tehát a mozgási tömege, mínusz M0-szor C-négyzet. És akkor kérdés, hogy mi ott az az M0-szor C-négyzet, meg hogy mi is ez? Einstein azt mondta, hogy ez az M0-szor C-négyzet tag, ez a nyugalmi energiája a részecskének vagy testnek. Tehát annál fogva, hogy ő neki van tömege, van energiája is. Tehát a tömeg és az energia az ekvivalens egymással. Ez például olyankor jelentkezik eléggé egyértelműen, hogyha mondjuk egy részecske és egy antirészecske összeütközik, és egymást megsemmisítik, 100%-ban energiával alakul, két foton jön ki. Tehát például az angyalok és démonokban, ugye, amikor pozitronokat állítottak elő, és akkor ez az elektronnak az antirészecskéje, ha egy elektron meg egy pozitron találkozik, akkor két foton, vagyis szintiszta energia formájában a mindkettejüknek számítható M0-szor C-nézet energia, az ki fog sugárzódni. Ezt úgy hívják, hogy szétsugárzódás, vagy annihiláció. Hát szép magyar szóval. És ez a M-szer C-négyzet, az pedig a teljes energia. Benne van a nyugalmi energia is, meg a mozgás energia is. Tehát, hogyha valaki látja a jövőben ezt a képezet, hogy I egyenlő M-szer C-négyzet, abban sokkal több minden benne van, mint amit elsőre gondolna az ember, abban a részecskének, vagy a testnek minden energiája, a teljes energiája benne van, a mozgás energia is, meg a nyugalmi energia is. Tehát ezért van úgy, hogy ha csak a mozgás energia kell, akkor a teljes energiából le kell vonni a nyugalmi energiát. Tehát még ha nem is mozogna a részecske, akkor is hozzárendelhető egy N0-szor C-négyzet energia.
Ha pedig valamilyen sebességgel mozog és a teljes energiájára vagyok kíváncsi, akkor MC-t cénizet. Na most felmerül, hogy ugye minél gyorsabban mozog, annál több az energiája. Hát persze, mert ugye ebben az M-ben benne van a sebesség úgy, hogy ugye 1 per gyök alatt 1 minusz V nézet per C nézet. Tehát rendben van, benne lesz a mozgási energia is ebben. Oké. Akkor ezt a részt elmondtam. És ennek lesz majd még egy nagyon fontos folyamánya, amikor a magreakciókról fogunk beszélni az utolsó előadáson, hogy fordítva is igaz ez, hogyha valaminek megváltozik az energiája, akkor megváltozik a tömege. Tehát például, amikor van két részecske, és akkor ezek kötött állapotba kerülnek egymással, tehát a energiájuk, az összenergiájuk, a mechanika energiájuk lecsökken, ugye mert a potenciális energia az negatív, akkor a keletkező részecske tömege, vagy hát nem egy részecske, hanem ami keletkezik, annak a tömege, mondjuk egy atommag, annak a tömege kisebb lesz, mint az alkotó részecskéknek a tömege. Tehát ez majd meg fog jelenni. Ezt úgy hívják, hogy tömegdefektus. Hát defektus, hogy hiány. Tehát hiányzik valamennyi tömeg. Pontosan ki lehet számolni, hogy annyi tömeg hiányzik, mint a kötési energia osztva a C-négyzettel. Ugye a tömeg energia ekvivalenciában érjen össze a C-négyzet. Jó. Vagy egy másik ilyen példa, hogyha mondjuk két részecskét ütköztetünk egymással szembe, akkor előfordulhat ugye, hogy ha ugyanannyi a lendületük csak ellentétes, ahogy találkoznak, ezek megállnak. És ilyenkor, hát hogyha mondjuk megnézzük, hogy annyira föl lehet gyorsítani protonokat, hogy akár több ezerszere is lehet a mozgási energia az ő nyugalmi energiájukhoz képest, tehát végül is a nyugalmi energiájuk az elhanyagolható lesz már ott, tehát az a teljes energia abban a pillanatban, amikor ütköznek, átalakulhat keletkező részecskéknek a tömegévé. Tehát hiába mondjuk két protonnak a tömege az csak mondjuk gigaelektronvoltban, mondjuk 2 gigaelektronvolt nagyjából, mégis keletkezhetnek olyan részecskék, amelyeknek a tömege az akár több száz gigaelektron volt. De lehet, hogy meg a elektron volt is elnéztem egy ezres faktorral. Igen, szerintem igen, valószínű. Hát most nem emlékszem, mégiscsak talán inkább a giga. Na a lényeg, hogy sokkal nagyobb nyugalmi tömeggel rendelkező ezrével repülnek ki a részecskék, amikor két ilyen proton ütközik. Jó, és akkor az utolsó dolog, ez csak for fun. Ugye szó volt róla, hogyha egy űrhajó nagy sebességgel halad egy földi megfigyelőhöz képest, akkor ugye lassabban fog telni az űrhajón az idő. Ezt ki lehet használni arra, hogy az űrhajó szempontjából belátható időn belül ugye eljusson az űrhajós olyan távolságra is, amely a földi megfigyelő szempontjából sokkal több, mint az ő akár az egész élete. Tegyük föl, hogy ha például 1G gyorsulással gyorsul egy űrhajó, ugye nyugalomból indul, azért jó az 1G gyorsulás, mert akkor ugye, ha mondjuk arrafelé gyorsul az űrhajó, akkor folyamatosan M-szer-G erővel kell, hogy nyomja azt az embert, akit visz magával. Ezért aztán, hogyha az ember ugye a lábát pontosan a űrhajó alján tartja, akkor úgy érzi magát, mint normál esetben, amikor a Földnek az 1G-s gravitáció gyorsulását állítja most így meg, hogy ne essen le. Tehát nagyon egyszerűen akkor így két lejjet lehet egy csapásra lecsapni, mert ugye gyorsítjuk is az űrhajót, meg mesterséges gravitációt is létrehoznak. Például, tehát az út feléig gyorsul, és aztán a út második felében pedig lassul az űrhajó, mert azért amikor odaért, nem árt
megállni, hogy szétnézzen. Aztán pedig mondjuk ugyanígy visszaindulnak és a felénél megint elkezdenek lassítani. Tehát végülis folyamatosan G-gyorsulással halad az illető. Tehát G-gyorsulás szemben, lassításnál is G-gyorsulás van. Például vannak olyan tervek, hát ez még elég távoli, hogy a csillagközi térben lévő hidrogén atomokat ionizálják, gyorsítják, és hátul ugye kiköpné az űrhajó, ezzel gyorsítaná magát. Ez azért nem jó, mert nem kéne ugye akkor hajtóanyagot magával vinni, és ez hosszú utazás során is megfelelő hajtóanyagot biztosítana. Természetesen energiatermelést az akkor is meg kell külön oldani. És egy ilyen űrhajóval meg lehetne azt tenni, hogy folyamatosan gyorsítanánk G, tehát 9,8 méter per szekundum nézettel az űrhajó rendszerében természetesen. A földi megfigyelő azt látná, hogy az elején ugye 9,8-os meredekséggel lineárisan növekedne ugye a sebesség. Hát itt most a V per C van, hogy jobban látszódjon. De aztán, ahogy összemérhetővé válik a űrhajó sebessége a fénysebességgel, akkor ugye ez a görbe egyre jobban el fog hajlani, és tartani fog természetesen az egyhez, de az soha nem érheti el. Mivel a relativisztikus idődilatáció ugye nagyobb sebességeknél jobban jelentkezik, ugye mert időbe tartanék felgyorsul, tehát például ugye ha fél évig esne valaki közegenállás nélkül, akkor érni el ugye olyan 60%-át a fénysebességnek, mint ugye a filmben Loki csak fél óráig esett a Thor 3-ban volt talán, vagy 2? 3. Igen. Ugye itt fél évig kéne szabadesést végezni, közegállás nélkül. És hogyha ugye messzire tud eljutni az űrhajó, akkor az azt jelenti, hogy minél messzebb, annál jobban fel tud gyorsulni, tehát az idődilatáció annál jobban tud segíteni. Ezért aztán minél hosszabb ideig tart egy utazás ugye a földi megfigyelő számára, vagy a űrhajós számára, annál nagyobb a különbség. Tehát lehet látni, hogy amikor mondjuk 15 év telik el az űrhajósnak egy oda-vissza út, tehát ez most az oda-vissza útról számolva, akkor a földi megfigyelő számára majdnem 100 év telik el. De hogyha kis távolságra megy, tehát csak 2,5 év, akkor nagyjából szinte nem nyer semmi az illető. Tehát minél messzebb megy, annál erősebb a hatás. Egy ilyen módszerrel akár még a tejútrendszer közepét is el lehetne érni néhány tíz év alatt. Tehát nagy sebességeknél már nagyon felgyorsulnak a dolgok. Jó, na hát akkor ezzel kapcsolatban majd holnap a gyakorlati részt, tehát a példák megoldását posztolom. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani.